Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Mindenkit tisztelettel köszöntök. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 15 tagja közül 12 fő jelen van. Az ülés határozat képes, azt megnyitom. Egy rendkívüli ülésről van szó, amit a pályázatok benyújtása indokol. Tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy a napi rendet kiegészítem, az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal személygépkocsi vásárlása tárgyú előterjesztéssel, melyet a testület 15-ös számú napirendi pontként tárgyal. Van-e észrevétel a napirenddel kapcsolatban? Úgy látom, hogy nincs, akkor fogadjuk el, aki egyetért, kérem szavazzon. Tizenkettő igennel egyhangulag elfogadtuk. Rátérünk az első napirendi pontra. Település rendezési terv módosítása kapcsán előzetes döntéshozatal megtárgyalta a Gazdasági Bizottság Pálkai Péter elnök úr. Köszönöm a szót, polgármester úr. A bizottság 4 igen szavazattal egy tartózkodás mellett elfogadásra javasolja. Köszönöm. Köszöntöm Hornyák Attila főépítész urat. Van-e kérdés? Kérdés nincsen. Kíván-e valaki szólni? Nem? Akkor fogadjuk el, aki egyetért. Kérem, szavazzon. Tizenkettő igennel elfogadtuk. Kettes napirend, állami főépítési eljárás során partnerségi egyeztetés, megtárgyalta a Gazdasági Bizottság Pálkai elnök úr. A bizottság 4 igen szavazattal egy tartózkodás mellett elfogadásra javasolja. Köszönöm. Van-e kérdés? Úgy látom, hogy nincs. Kíván-e valaki szólni? Nem? Akkor itt is szavazás következik. Javaslom, hogy fogadjuk el. Kettő igennel egyhangulag elfogadtuk. Hármas napirend, közbelső döntéshozatal, településrendezési eszközök módosítása kapcsán ugyancsak a Gazdasági Bizottság tárgyalta. A bizottság 5 igen szavazattal egyhangulag elfogadásra javasolja. Kérdés felmerült-e? Nem merült fel. Kíván-e valaki szólni? Nem? Akkor fogadjuk el egy szavazással. Tizenkettő igennel egyhangulag elfogadtuk. Négyes napirend következik, a Liget utca elnevezése. Megtárgyalta a ügyrendi és pénzügyi bizottság, Dornán László elnök úr. Köszönöm a szót, polgármester úr. A bizottság megtárgyalta és támogatja a határozati javaslatot. Van-e kérdés? Nincs. Kíván-e valaki szólni? Nem? Akkor fogadjuk el, aki egyetért, kérem igennel szavazzon. Tizenegy igen szavazattal egy tartózkodással elfogadtuk. Ötös számú napirend következik. 14-17-13-as helyrajzi számú ingatlan elnevezése. Megtárgyalta a pénzügyi bizottság, Dornán László elnök úr. A bizottságunk megtárgyalta és támogatja a határozati javaslatot. Igen, van-e kérdés? Táncsis Tamás úr. Köszönöm szépen, polgármester úr. Szeretném megkérdezni, hogy az ingatlan ellenőrzése kapcsán merült-e fel más személynek a neve is, vagy csak ez az egy variáció volt. Köszönöm szépen. Van-e más kérdés? Nincs. Nem merült fel más személynek a neve. Úgy látom, hogy szintén kérdés, Dornán László úr. Nem hozzászólt. Szólt kér, igen.
Megnyitom a vitát. Parancsolj, Laci. Köszönöm a szót, polgármester úr. Igen, a pénzügyi bizottságon is néhány kérdés az elnevezéssel, leendő elnevezéssel kapcsolatban felmerült, amit ott több oldalról is megvilágítottunk. Nyilván ez a későbbiek folyamán is valamilyen szinten vitának a tárgyát fogja képezni, nem csak a képviselő testületi vagy bizottságüléseken, hanem magában a városban is. Azonban én néhány szót szeretnék elmondani a háttérről és ezt megvilágítani, hogy a közvélemény is tudja, lássa, miről van szó. Tulajdonképpen annak idején egy az, hogy jelen pillanatban nincs elnevezés ennek a közterületnek, tehát jó lenne, hogyha lenne, és ki lenne a legméltóbb bele dologra, mint az az ember, aki gyakorlatilag a Ajka város fejlődésébe központi szerepet játszott, és gyakorlatilag a 20 éves polgármester, illetőleg tanácselnöksége alatt, idézőjelmetében, a legnagyobb fejlődést hozta Ajkán, hiszen mindazok a közösségi terek, közösségi intézmények, amelyek Ajkán ma is funkcionálnak, és amelyeket részben, illetőleg teljes egészében a következő időszakban fogunk felújítani, ezek mind felépítése, elfogadtatása, a pénznek a megszerzése mind a néhai polgármester nevéhez fűződik. Tanácselnök nevéhez fűződik. Szeretném elmondani, hogy jellemző Ajka szeretete nem csak ő rá volt jellemző, hanem leszármazottjaira, tehát a jelenleg élő családtagjaira is, hiszen szeretném, hogyha a közvélemény tudná, hiszen én úgy gondolom, hogy a testületünk, a bizottságok tagjai tisztában vannak ezzel és tudnák, hogy a néhai tanácselnöknek a lánya, aki Amerikában él, az elmúlt években több mint 10 millió forintot, tehát közel 10 millió forintot, 10 millió forint körül összeget gyűjtött össze adakozás formájába az Egyesült Államok, különböző oktatási intézményekben, egyetemeken és főiskolákon, és mindezt tette azért, hogy a Bányásztelepi városrészben lévő Zöldike óvoda alapítványát gazdagítsa. Gyakorlatilag ebből a megszerzett pénzből, jótékonykodási pénzből, támogatási pénzből tudta az önkormányzat elindítani a Zöldikék óvodának a felújítását az ottani kuratóriumnak a támogatásával és segítségével, hiszen az elmúlt időszakban nem nyertünk pályázati pénzt ennek az óvodának a felújítására. Azt szeretném még hozzátenni, hogy tulajdonképpen az a munkálatok már befejeződtek, a nyílás zárok lettek kicserélve, ablakok, ajtók, és most a másik fázisban, minek után szintén nem tudtunk pályázatot nyerni erre a közintézménybe, a város saját forrásaiból fogja a felújítást befejezni, várhatólag szeptember végén, október közepéig. Én tisztelettel kérem a testületet, hogy mindezek figyelembevételével a határozati javaslatban megfogalmazottakat támogassák. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Pat Ferenc tanácsnok úr következik. Köszönöm szépen, asszony polgármester úr. Most jó. Köszönöm szépen, asszony polgármester úr. Én személyesen nem ismertem Ádám István urat, de abban az időszakban kezdtem el az Ajka egyik vállalatához munkába járni, és szinte naponta láttam azokat a változásokat, ami Ajka életébe bekövetkezett. A falusias városból egy igazi városias városkép alakult ki, és én úgy gondolom, aki 19 évig, tehát közel 20 évig szolgálta Ajka városát, egy adósságunknak teszünk eleget, amikor egy tér elnevezésével is megemlékezünk róla. Úgyhogy én javaslom a napirendi pont elfogadását. Köszönöm. Köszönöm. Mielőtt folytatnánk a vitát, figyelmeztetem Ravasz Tibor képviselő urat, hogy tartózkodjon az ízléstelen megjegyzésektől. Ugye Ravasz Tibor úr azt mondta, hogy nem úr, hanem elvtárs. Ezt bízzuk a közvéleményre, nem őre. Világos? Figyelmeztetem a képviselő urat. Menjünk tovább. Most ön következik. Köszönöm szépen, polgármester, bármennyire fáj önnek, akkor ez volt a hivatalos megszólítás. Tehát én csak erre akartam ezzel reflektálni. Nem kiabálunk be a testületi ülésre képviselőt. Nem is kiabáltam be. No, tehát ugye gyakorlatilag ebben a kérdésben
ugye úgy érzem, hogy a baloldal meggyőzhetetlen, ezért arról nem is kívánok időt pazarolni, hogy önöket arról meggyőzzem, hogy esetlegesen milyen morális kérdésekben ütközik mondjuk egy régi tanácselnökről elnevezni egy teret. Én csak arra hívnám fel a figyelmet, hogy nem idézőjelben volt ő tanácselnök, ahogy ezt a Dolnár képviselő mondta, hanem valójában tanácselnök volt, és bármennyire is ez önöknek kellemetlen, és ahogy ezt ön is jelezte, Dornák képviselő úr, lesz ebből még biztos, hogy a városban is vita. Ugye azt az óvodát, amelyet önök le akartak bontani annak idején az ön város részében, azt az óvodát ez a család ezek szerint támogatta, ez biztos, hogy nagyon irdomos és nagyon elismerendő, de azt gondolom, hogy ma a 21. században olyan helységnév rendeletekkel, amelyekkel ez az ország rendelkezik, nem hiszem, hogy tovább kellene feszíteni a húrt. Nekünk Ajkán van még úttörő utcánk és egyebek, hiszen tudjuk nagyon jól, ez a képviselőtestületnek pláne tudja, hogy a kormányhivatal kötelezését sem hajtottuk végre sajnos, és nem neveztük át azokat az utcákat, amelyeket a kormányhivatal álláspontja szerint át kellene. Én csak abba tudok bízni, hogy további tanácselnökökről, esetleg Pap Jánosról azért utcát vagy teret nem fogunk elnevezni Ajkán. Köszönöm. Táncsis Tamás képviselő úr következik. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Én úgy gondolom, hogy az adósságunkat, vagy az önkormányzat szocialista városvezető részét gyakorlatilag adósság már nem terheli, mert 2004-ben Ajka város díszpolgári címet adott a volt tanácselnöknek, tehát én úgy gondolom, hogy ha akarták ezt az életművet díjazni, akkor ezt megkapta már 2004-ben. Nem tartom szerencsésnek, hogy a volt tanácselnökről egy ilyen parkot elnevezzünk, egy ilyen ligetet, ami igazából valójában úgy van, ahogy itt Dolnár képviselő mondta, hogy hosszú-hosszú évek óta ugye nem volt neve. Én gyakorlatilag azon a környéken nőttem fel, és ugye tínfölgyári lakóteletnek számított. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt vagy jóval előbb kellett volna megtenni, vagy pedig, és azért is kérdeztem rá a polgármester úrtól, hogy merült-e föl más név esetleg elnevezésbe, mert én úgy gondolom, mivel ez a terület határos a Semmelweis utcával, és hosszú-hosszú évekig ott lakott dr. Matocsovics Leo, aki közmegelékedéssel végezte itt a dolgát, és még 90 évesen is gyógyított, én úgy gondolom, ő is legalább úgy megérdemelné, ha nem jobban, hogy esetlegesen megörökítse Ajka városa a nevét, úgyhogy ő még mint díszpolgáros sem Ajkának. Én úgy gondolom, hogy ez a kérdés nagyon meg fogja osztani Ajka város véleményét. Vannak nagyon-nagyon sokan, akik visszasírják a régi Ajkának az épületeit, akár a községházát, akár a Nézekastét. Én úgy gondolom, hogy ebben az időszakban, amikor ez a városépítés, város én újjáépítésnek hívnám, mert ugye gyakorlatilag nullára ledózerolták a pápáról idehozott orosz tolólapos harckocsik a belvárosunkat. Én úgy gondolom, hogy ezek nem történtek volna meg, és a régi városrészünk most megvan, örömmel fel tudnánk újítani. És a felsorolást azért folytatom, mert voltak itt olyan épületek, olyan utcák, amelyek a mai napig is megállnak a helyiket. Például megemlítem a Huta utcát, ahol az üveggyári dolgozó dolgoztak, kivételes és egyedüli volt az országban. Most milyen jó lenne, hogyha meg lenne felújítva, akár a turizmusba be lehetne kapcsolni, és büszkén körbe kínálhatnánk, hogy lám-lám, nekünk ilyen is van. Tehát én óvatosan bánnék azzal, hogy mennyire volt városépítő, tudatos városépítő, mondjuk dr. Ádám István, és mennyire érezte Ajkát magáénak. Nagyon jól tudjuk, hogy abban az időben itt párt vonalon folytak a ide-oda helyezések és a munkák, tehát valahol, még hogyha részben őnek is apostrofáljuk ezt a tevékenységet, tehát valahol azért ez pártutasítása történt, és csak halkan jegyzem meg, elsőben az, hogy Veszprémben is ezt az utat kezdték el járni, de hál' Istennek ott azért leálltak erről és megmentették a belvárost, és azért másodjára pedig elmondanám, hogy terve volt véve a belvárosi templomnak is a lebontása, és ugye a nagy közfelháborodástól tartva ettől elálltak. Köszönöm szépen. Hát tisztelt képviselőtestület, kénytelen vagyok közbeszólni. Nem tudom, a képviselő úr honnan szerezte ezeket az információkat, de ilyen vad és valótlan információkat elmondani, hát ezt képtelenségnek tartom. Hát örüljön, hogy csak a vitában mondunk önnek nemet. Hát honnan szedte ezt a marhaságot, hogy
pápáról tolólapos gépkocsikkal tologatták itt. Tehát honnan szedte ezt a maradságot? Micsoda? Hát ne viccelj, én akkor is itt dolgoztam. Mit látott maga? Hát akkor ön vak szerintem, ha ilyesmit látott, mert elképzelhette esetleg. De ilyen semmi nem történt. És ne vonja már kétségbe dr. Ádám Istvánnak a tevékenységét. Hát meg a hátul gombolós gyerek volt ebben az időben. Ha látott valamit, akkor az maximum egy kávéfrankos doboz lehetett, amit az utcán húzogatott. Úgyhogy kérném szépen, hogy maradjunk a valóság talaján, és annak megfelelő információkat adjunk közre. Ha meg ilyeneket nem tud, akkor köszönjük a hozzászólását, de tartsa meg magának. Pákai Péter elnök úr következik. Köszönöm a szót, polgármester úr. Nem kívántam ehhez a napi rendi ponthoz hozzászólni eredetileg, mert azt gondoltam, hogy nincs is nagyon miről beszélni. De hát a vita kapcsán, ami nem is túl ízléses, mert valóban igaza van a polgármester úr, olyan dolgok hangzanak el, ami méltatlan a képviselőtestülethez, és azt gondolom, hogy ezt a város lakóinak többsége is így gondolja. Azt, hogy dr. Ádám Istvánnak milyen érdemei vannak a városépítésben. És ugye ez az a legnagyobb ízléstelenség, hogy lassan már városrombolásnak állítják be azt, ami városépítés volt. Nem akarom megismételni, Dorner képviselőtársam elmondta a felszólásában, hogy mi mindent köszönhetünk Ádám Istvánnak és az akkori várost vezetőknek. Tehát ezt városrombolásként. Táncsis Tamás is két épülettel tudott felszólni, sajnos azért, mert nem volt több a városban, ami műemlék jellegű volt. Régi rossz parasztházak voltak, én ott nőttem fel, nehogy ezt valaki pejoratíven értelmezze, tehát parasztházban nőttem föl, abban is születtem. Attól azok még régi, öreg, semmiféle értékkel nem bíró épületek voltak. Ezeknek a helyére építettek akkor modern és újszerű várost. Ezt elvitatni mindenkinek szíve joga, de azt gondolom, ezt a közvéleménynek a nagyon nagy többsége ugyanúgy ítéli meg, mint mi, hogy ez városépítés volt. De nem erről szól a történet. Elvtársazni, ezt önök pejoratív értelemben mondták el, ezért ízléstelen. Arról nem is beszélve, hogy miről beszélünk, ezt is a Táncsis Tamás úr kimondta. Hát a város díszpolgáráról beszélünk, hogy méltó-e arra, hogy utcát nevezzünk el róla. Na ki a leginkább méltó arra, hogy utcát nevezzünk el? Nem a város legnagyobb kitüntetettjeinek egyik? Mi ezzel a probléma? Vagy alkalmat találtunk megint, hogy belerúgjunk ilyen, még egyszer mondom, ízléstelen módon. Én azt gondolom, ez nem ide való dolog, és összességében sem egy helyes dolog. Páros egyik, kevés díszpolgárai körül az egyikről utcát nevezünk el. Erről szavazunk most. A többit pedig nem akarom újólag minősíteni, hiszen elégszer minősítettem, és ezt nem akarom ismételgetni. Én javaslom, jó szívvel fogadjuk el, mert szent meggyőződésem, hogy ebbe a városlakók nagy többsége is támogat bennünket. Köszönöm a szót. Fülöp Zoltán úr következik. Köszönöm, polgármester úr. Én azt gondolom, hogy Pákai úr egy kicsit leegyszerűsíti ezt a történetet. Én nem akarok ebbe belemenni mélységében, de a pénzügyi bizottsági ülésen is megkérdeztem elnök urat, hogy volt-e arra vonatkozóan valamilyen közvéleménykutatás, felmérés vagy fórumokon való előterjesztés, hogy egy kicsit leszondázzuk az embereket, hogy mégis mi a véleményük erről. Ez igenis meg fogja osztani a várost. Uraim, azért a rendszerváltást követően 30 év eltelt közelebben az országban, és egy előző kommunista diktatúrában dolgozó embernek a neve, aki biztos sokat tett a városért annak idején, a maga módján, a maga rendszerében. Ez ma 2017-ben egy rendkívül nagy megosztást fog ebben a városban eredményezni, és ezt ilyen módon én azt gondolom, hogy ennek a képviselőtestületnek nincs joga eldönteni. Ezt igenis ki kellett volna vinni, erről közvéleménykutatást kellett volna csinálni, fel kellett volna mérni, hogy ez mit fog kiváltani ebben a városban.
Köszönöm. Ilyen sajátos értelmezést hallottunk Fülöp Zoltántól. Aztán miért nincs ennek a képviselőtestületnek jóvá elnevezni egy testületet? Mikor a hatáskörébe betartozik? Ja, erkölcsi és morális hatásköre. Nyilván, ha Orbán Viktorról akarnak elnevezni, arra lenne, de erre nincsen. Igen, hát majd mást akarnak elnevezni. Köszönjük szépen. Táncsis Tamás úr. Köszönöm szépen a szót, polgármester, csak pontosítani szeretnék, és akkor átadom az információt, amely szerint a hozzászólásomat, amire alapoztam. Én 1975-ben a saját szemmel láttam, hogy ezek a tollapos harckocsik tolták el a mai Kossuth utca helyéről az épületeket. Mivel nagyszüleim a Hideg utcában laktak, és gyakorlatilag én ott rengeteg nyaramat töltöttem, mert a Kossuth közben laktunk, tehát gyakorlatilag méterekre a Hideg utcától, és a később a Kossuth utca 35-ben laktunk szüleimmel, tehát nagyszerűen láttam, hogy mi folyik. Igaz, hogy 15 éves voltam, és polgármester úr sem volt sokkal idősebb ebben a korban, vagy ebben az időszakban, de úgy gondolom, ezt nem tudhatom, de talán 75-ben még nem járt Ajkán, vagy Ajkán még nem állt alkalmazásba, tehát higgy el nekem, polgármester úr, hogy amit láttam a szememmel 1975-ben, az valós és igaz volt. Köszönöm szépen. Hát képviselő úr, ha maga ilyen jó megfigyelő 15 éves korában, akkor megkérdezném, mondja már az egyik rendszámát a harckocsira, mert annak is voltak rendszáma. Ugye a harckocsik rendszá... 15 éves korában ön ezt megállapította? A hideg... Képviselő úr, csak egy pillanat. 74. szeptember 1-én kerültem Ajkára. 74. szeptember 1-én a Kossuth utcában laktam. A Kossuth utcában nem volt rombolás már 75-ben, képviselő úr. Ön egy óriási tévedésben van. Elhibázza, hogy hol volt rombolás, és nem tudja beazonosítani a harckocsit. Hát a másik dolog meg a... Hát hogy micsoda marhaságot mondott az előbb, hogy a templomot le akarták bontani? Hát megőrültől állítom. Hát én itt vagyok az első munkahelyem óta, 74. szeptember óta, én soha nem láttam ilyen dokumentumot. Képzelje, maga meg 15 éves fejem ezt is látta. Hát maga egy csoda gyerek, hát csodálom, hogy itt ül a képviselőtestületben. Magának már szerintem egy dél-amerikai állam államfőjének kéne lenni, egy banánköztársaságban. Mit keres egyáltalán itt? Nézegesse ott a harckocsikat, talán ott talál egy rendszámosat is. Ravasz Tibor következik. Na, még egy harckocsik. Köszönöm szépen. Nagyon. Feldobta a polgármester úr ezt a képviselőtestület ülést ezzel a legutolsó expozéjával. Köszönjük. Szórakoztató volt igazán. Én csak Pákhai elnök úrnak az expozéjára reagálnék. Egy lebontott nézekastélyra azt mondani, hogy semmiféle értéket nem képviselt, én azt gondolom, hogy ez elég kemény csúsztatás. Úgyhogy én arra kérem önöket, hogy azt talán a Városszépítő Egyesület támogatásával annak idején megjelent egy könyv Ajkaváros építészetéről, és pont ezt a antagonisztikus ellentétet taglalja, hogy hogyan lehet várost építeni és várost fejleszteni úgy, hogy közben a teljes történelmi belvárost lerombolják. Én ezt a könyvet ajánlom önöknek olvasásra, és akkor ebből szerintem minden ki fog derülni, hiszen itt ülnek közöttünk olyanok, akik ebben a tevékenységben részt vettek. Köszönöm szépen. Hát képviselő úr, ön foglalkozott a városépítéssel így a hosszú élete során? Hát nem hiszem, hogy foglalkozott vele. Ajkának történelmi belvárosát, tudja maga, miket mond? Hát Ajka egy falu volt, belvárosa, egy falunak. Hát megáll az ember esze. Hát most ilyen ne az ajkai képekből próbálj utólag fölépíteni egy csodálatos ajkai belváros, mert ilyen nem volt. Itt egyetlen nevezetes épület volt, kettő talán, valóban a templom és a nézékastély. Aztán azon kívül semmi, a békeétterem az csak egy nosztalgikus, italozó hely volt. Csak úgy emlegeti mindenki, mint a valami csodálatos létesítmény lett volna. De ott a fröccsön kívül nem lehetett mást kapni. Hát a képviselő úrnak az így lett volna szerintem ez a fröccsöző hely, de hát valamivel később született, úgyhogy ezt nem tudta igénybe venni. Úgyhogy képviselő úr nem volt Ajkának történelmi belvárosa. Ajka egy falunak is nagyon szegény volt, még ha utólag valakik ebből valami nagy jelentőségű dolgot próbálnának ki alakítani. Sajnos azt kell, hogy mondjam, falunak is igen szegényes és ronda, kellemetlen,
hiányzó infrastruktúrával ellátott valami volt, amiből dr. Ádám István vezetésével egy várost hoztak létre. Úgyhogy képviselőtársaim, hát csodálkozom rajta, hogy ilyen állásponton vannak. Tehát ugye a kávé frankos doboz hangja az úgy látszik, hogy megsüketítette önöket. Dorner László elnök úr következik. Köszönöm a szót, polgármester úr. Ám mosolygok, ahogy hallom itt ezeket a dolgokat. Én azt javaslom most is, mint meg annyi szó, hogy szedjük a fenébe ki a politikát a másik oldalon és ezekből a dolgokból, és a tényeket nézzük, hogy ki mit tett le az asztalra. Az én familiám az három dinasztia óta él Ajkán. 800-as évek közepén kezdték el fúrni csingerbe a bányát. Minden korszaknak a visszaemlékezések alapján megvolt az a rész, amikor le kellett valamit bontani, és megvolt az a rész, amikor fel kellett valamit építeni. Egyébként, aki ilyen dolgokat olvas, néz és világba jár turistaként, az nagyon jól látja, hogy ezek mindig is a vitáknak a tárgya volt, de szakmai vitáknak és nem politikai vitáknak a tárgya volt. Azt kell nézni gyakorlatilag, önöknek is ezt javaslom, hogy mi épült akkor. Nyilván voltak és lesznek a mai, tehát a mostani években, lásd, Füreden felépítettek egy vakon bunkert az autóknak, amire nem is volt szükség, ma már a cikkeket lehet látni, hogy olyan forgalom van a bevezető szűk utcákon, hogy nem tudja ellátni gyakorlatilag azt a részt. Tehát nem kell ezen szerintem vita. A néhai tanácselnök az gyakorlatilag megtette, amit meg kellett tenni. Azonban a politikát azért legyük ki, mert Táncsics képviselő társam a városrombolókkal iszonyatos érzelmeket indított el bennem a 2010-es választások után. Székesfehérvár rendőrkapitányságon többet magammal pontosan városrombolóként hallgattak ki, azok miatt, a plakátok miatt, amelyeket az önök szimpatizánsai tettek ki ide-oda a városban. Nem csak én voltam rajta, hanem rajta voltak a képviselőtársaim is, és még sokan mások. Tehát ezzel a városrombolással igen óvatosan kellene bánni, és az nem a 15 éves koromban volt, hanem ugye néhány évvel gyakorlatilag ezelőtt, és nolám-nolám azokat a városrombolókat, akiket akkor a plakátra kitettek a televízióban, megfuttattak innen, onnan, ugyanakkor 2010-ben megválasztottak, és 2014-ben is. Szedjük ki a politikát, maradjunk csendben, kinek-kinek a szakmai érdemei, próbáljuk elismerni, és akkor meggyőződésem, hogy gyorsabban megyünk előre. Köszönöm, támogassuk a nevedenyezést. Én is köszönöm szépen. Pálkai Péter elnök úr következik. Köszönöm a szót, polgármester úr. Volt egy pápai munkahelyi kollégám, és a rendszerváltást követő években, amikor már volt arra pénz, hogy egy kicsit fejlődtek a városok, akkor egyszer vitatkoztunk azon, hogy pápa vagy Ajka szebb város, ugye mindenki a saját városát dicsérte. És akkor mondott az én kollégám egy olyan érvet, ami ellen nem tudtam szólni. Azt mondta, Ajka öreg város lehet, de olyan ódon városrészek soha nem lesznek benne, mint Pápán. Ezzel tökéletesen igaza volt. Erre csak még egyszer arra akartam utalni, amit itt már polgármester is elmondott, hogy Ajkán sajnos nem voltak ilyen értékek. Ravasz Tibor úrnak mondom, mert az előbb se figyelt, hogy mit mondok. Még egyszer elmondom, azon 4-5 kivételtől eltekintve, amit Táncsics Tamás is felsorolt. Úgyhogy megkérem, ne adjon olyat a számba, amit nem mondtam. Pont az ellenkezőjét mondtam, hogy 4-5 dolog valóban volt, azok között az említett kastély és a templom is beletartozott. Tehát sajnos tényszerűen ez a helyzet. A másik dolog, amire szeretnék reagálni, megkérdezném Táncsics Tamást, mi köze van, vagy miért nem mindegy, hogy tolólappal ellátott szovjet harckocsi, vagy a legmodernebb, amerikai GCB nevű jármű végez el egy földmunkát. Mi köze van ennek mihez? Szerintem az égvilágon semmihez nincsen köze neki, tehát semmit se bizonyít. Úgyhogy én azt gondolom továbbra is, hogy ennek a vitának nem kellett volna megtörténnie, és szavazzuk meg ezt az előterjesztést. Köszönöm. Alpolgármester úr következik, aztán lezárom a vitát.
Tisztelt önkormányzati hallgatva a vitát, én 1969 óta élek Ajkán, hát mondhatom, hogy majdnem tőzsgyökeres ajkai vagyok, de azt tudjuk, hogy 1990 előtt is volt élet Ajkán. Hát én is éltem meg, nagyon sokan az itteniek közül, és 59-ben lett város Ajka, itt már nagyon sokszor elhangzott, egy szegényes, infrastruktúra nélküli, Tímföldgyárba dolgoztam sokáig, gumicsizmába kellett menni reggel dolgozni a gyár utcába végig. Tehát amikor Ajka a város lett, 59-ben ilyen állapotok voltak. És akkor 65-től egészen 90-ig, abban az időben dolgozott itt Ádám István is, és egy szegényes faluból több településsel együtt egy várost faragtak. És 90-ben az a város már valamit fölmutatott. És én azt gondolom, hogy ebbe Ádám Istvánnak döntő szerepe volt. Az anyag csak röviden érintette, de abban az időben is a pénzt el kellett osztani a rendszerváltás előtt is. Ő azok közé tartozott, aki eredményesen lobbizott a városért, mert a város azért fejlődött ennyit. Most is vannak, akik tudnak lobbizni, meg vannak politikai támogatott városok, és az meglátszik rajtuk. 90 előtt Ádám István sokat tett a városért. És akik itt a jobb oldalon hozzászólnak, uraim, ezeket a demagóg nyilatkozataikat, a politikai nézeteiket, rossz gyerekkorai emlékeiket félreteszik, akkor elismerik, hogy Ajka város díszpolgára Ádám István megérdemli, hogy egy parkot nevezzünk el róla. És visszatérve még a Hideg utcára, én a Kossuth Lajos utca 37-ben laktam, ugye a Hideg utca addig tartott. Hát 75-ben már álltak a házak, hogy semmilyen dózert, meg orosz tankot nem láttam, hiszen én arra jártam dolgozni. Most az, hogy egy-egy háze helyett egy újat fölépítettek és használtak dózert, azt nem kellene orosz tankokként meglátni most. Én azt gondolom, hogy Ádám István megérdemli, hogy parkot nevezzük el róla, és én javaslom, hogy nevezzük is el. Köszönöm. Tisztelt képviselőtestő, hát néhány szót nekem is kell ehhez a témához fűznöm, hiszen azok közé tartozom, akik együtt dolgoztak dr. Ádám Istvánnal. Tehát ugye legelőször ezeket a tév hiteket és hazugságokat szeretném még egyszer aláhúzni. Táncsics Tamás úrnak az emlékezete az nem a valóságról szólt. Táncsics Tamásnak nem tudom milyen gyerekkora volt, zavaros lehetett, mert ez az, amit előadott, tehát ez egy olyan zavart kép, hogy ilyen Ajkán nem volt. 74. szeptember 1-én 74. szeptember 1-én költöztem a Kossuth utca 21-be, ott nem volt már rombolás. Tudja, ki lakott annak a háznak a helyén? A Gröber asztalos. És a Gröber asztalosnak a háza helyén, az már 10 évvel ezelőtt megvalósult. Úgyhogy önnek nagyon zavaros ez a gyerekkora, valamit összekever valamivel. Ott semmiféle rombolás nem volt, semmiféle tankok nem jelentek meg, stb. 69 óta felnőttként. Na, amit a templomról mondott, hát aztán az az a csúcs, ugye, hát ez óriási. Majd kérném az ezzel kapcsolatos bizonyítékot persze becsatolni, ugye, hát ön, mint aki ismeri a templomnak a történetét, majd biztos talál olyat, hogy ennek az ellenkezője az igaz, semmiféle ilyen nem volt. Úgyhogy képviselő úr, írja át a gyerekkorát, azt javaslom. Írja át a gyerekkorát, írja át a jelenlegi korát, és írja át a mostani korszakot is. Ön egy demagógiával, propagandával megfertőzött ember, aki nem képes olyan gondolatokra, amelyek a tényeket elismeri. Sajnos ez a társaira is vonatkozik, attól tartok. Ez a demagógia és a jelenlegi propagandával megfertőzött képviselőink nem tudnak a realitás talaján kézzel fogható értékítéletet összeállítani. Sajnos ez a helyzet. Én is méltatlannak tartom egyébként, hogy dr. Ádám Istvánról ilyen vélemények elhangzottak. Önök nem ismerik Ajka történelmét. Dr. Ádám István Ajka történelméhez tartozik. Az ő munkássága Ajka történelme. Önök nem ismerik ezt, se az embert, se a munkáját. Nagyon csodálkozom ezen, hogy ezt kell, hogy mondjam. De ilyen alapon, hát hogy mernek egyáltalán véleményt mondani róla? Hogy mernek? Ugye ez valami olyasmi, hogy tegnap mondtam a Padragi víz kapcsán, hogy azok járatják leginkább a szájukat, akik azt se tudják, hogy mi az önkormányzatnak a feladata. Hát uraim, hát térjenek már észhez, és a valóságból induljanak ki, meg a hatáskörökből, meg a tartalomból, ne szólamokat hangoztassanak itt nekünk. Dr. Ádám István kiváló államférfi volt, bocsánat. Kiváló város vezető volt, és ilyen értelemben kiváló férfi volt. Az ő munkásságát az erőterjesztésbe leírtuk. Nem kívánom elsorolni azokat a létesítményeket, amit az ő vezetésével akkor a város létrehozott.
a modern város alapjait teremtette meg. Hogy milyen áron, az egyike vagyok, akik ezt tudják tanúsítani, milyen vitái voltak az akkori valóban irányító pártállami rendszernek, és milyen kompromisszumokat kellett kötnie, hogy ezek megvalósuljanak. A vásárcsarnokot tudják, hova tervezték? Ha fogalmuk sincs önöknek erről. A vásárcsarnokot a Hild Parkba tervezte a megyei párbizottság. A Hild Parkba. És dr. Ádám István, a mostani Hild Parkba képviselő, ha talán önnek így könnyebb, vagy könnyebb beazonosítani. Nem tudja beazonosítani, mert akkor még nem volt Hild Park. Ebben igaz? A helyére, igen, a fák helyére. Elérte azt, hogy oda került, ahol most. Most azért később lehet vitatkozni, hogy most már azt is, hogy képviselő úr, ne szóljon közben, jó? Mert önnek aztán fogalma nincs a városépítésről. Egy falunak a központját ön városközpontnak nevezi? Hát urbanisztikával akkor egyest adnék magának, hogy az nem igaz. Mehetne vissza a négy éves ismétlőjére. Úgyhogy nekem nem magyarázzon itt a városépítés, hogy valami szakmai fogalmat azért már felszedhetett volna magának ennyi idő után, de nem szedett. Tehát a létesítményeken kívül a modern város alapját építette meg Ádám István. Akkor kezdődött például a közlekedés, az autóbusz közlekedés. Hihetetlen nagy eredménynek számított egy vidéki kisváros esetében, hogy autóbusz közlekedés indul. Tapolcán szerintem még most sincsen, vagy talán két busz van, ha azt a két munkahelyi járatot veszem. Hát Sümegen meg egyáltalán nincs, ugye hát az önök kedvenc városába. Nem beszélve arról, hogy a városnak azt a hegemóniáját és azt a milliójét meg kellett teremteni, amit nem épületekkel kell megvalósítani, hanem a működés során. Pista, te tudtál volna erről többet mondani, sajnálom, hogy nem szóltál. Ami a milliót megteremti, hogy az itt lakó ember jól érezze magát. Ugye közel 1000 helyről jött össze a városnak a lakossága. Ezeknek az embereknek a létét, a közösségét, a mindennapi milliójét és elképzeléseit, vágyait össze kellett kovácsolni, és egy létet kellett teremteni. Hát ebben neki óriási szerepe volt. Akkor került például a város kapcsolatba Borsos Miklós szobrászművésszel. Hát önöknek fogalma sincs arra, hogy ki volt Borsos Miklós, állítom. Borsos Miklós a város építésbe beleszólt. Olyan művész volt, aki a város központi tereinek megtervezésébe beleszólt. Azzal, hogy nem térelválasztó falakat kell építeni, hanem különböző nyílásokat kell hagyni a megfelelő lét és struktúra kialakítására. Vagy említhetném Fekete Istvánnak a kultuszát. Fekete István kultuszát lényegében ő teremtette meg. Tehát Fekete István ajkán ért, tudjuk, nagyon sokáig. De hogy ezt az utókor megfelelően is tudja kezelni, és ajka javára fordítsa, Ádám Istvánnak köszönhető. Hát önök mit tudnak erről? Állítom, egy Fekete István könyvet nem olvastak még sose. Csak itt hangoztatják a kormány propagandáját. Uraim, levitéz lettek ezzel az egész hozzáállással, úgyhogy köszönöm. Elkönyv is elment a kedvem ettől már, úgyhogy befejezem a hozzászólásomat. Most pedig szavazás következik. Javaslom az előterjesztés elfogadását. Igen, 3 nem és 1 tartózkodással elfogadtuk. Következő napi rend a kemping elnevezése. Megtárgyalta a pénzügyi bizottság, Dornel László elnök úr. Köszönöm a szót, polgármester úr, a pénzügyi bizottság támogatja a határozati javaslatot. Köszönöm. Van-e kérdés? Hozzászólás? Rovani, mivel nincs problémájuk? Nincs. Ki se tudják mondani a nevét, attól tartok. Szavazás következik, javaslom az elfogadását. Tizenkettő igénnel egyhangulag elfogadtuk. Egy megállapodás jóváhagyása az ipari park szomszédságával. Megtárgyalta a gazdasági bizottság, Pákai elnök úr. A bizottság egyhangulag támogatja. Pénzügyi bizottság, Dornel László elnök úr. Ma szót a egyhangú támogatást kapott a határozati javaslat. Köszönöm. Van-e kérdés?
Nincs, kíván-e valaki szólni? Nem? Hagyjuk jóvá egy szavazással. Tizenkettő igennel egyhangulag elfogadtuk. Egy ingatlan megvásárlása, Pákai Péter Gazdasági Bizottság elnöke. A bizottság mindkét határozati javaslatpontot 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással javasolja elfogadásra. Van-e kérdés? Kíván-e valaki hozzászólni? Nem? Akkor szavazás következik. Tizenkettő igen, szóval egyhangulag elfogadtuk. Kristályfürdő tulajdonát képező ingatlan értékesítése. Ugye itt van egy kiegészítés, egy módosított határozati javaslat került kiosztásra. Megtárgyalta a Gazdasági Bizottság, Pákai Péter elnök úr. A bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás, 1 nem szavazat mellett elfogadásra javasolja. Köszönöm. Van-e kérdés? Nincs, kíván-e valaki szólni? Nem, akkor szavazzunk. Kilenc igen, 1 nem és 2 tartózkodással elfogadtuk. A 10-es Győri Épp-Úr részvényeinek értékesítése, megtárgyalta a Gazdasági Bizottság, Pákai elnök úr. A bizottság egyhangulat támogatja. Pénzügyi bizottság, Dornel László elnök úr. Köszönöm a szót, egyhangulat támogatja a pénzügyi bizottság. Van-e kérdés? Figyelmet kérek, képviselő úr. Kíván-e valaki hozzászólni? Nem? Akkor szavazás következik. Tizenkettő igen szavazattal elfogadtuk. A 11-es. Igen, 11-es következik. A Phoenix Leánya Kft. Üzletrészének megvásárlása. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés? Nincsen hozzászólás. Hozzászólás nincsen. Bizottságot tárgyalták? Igen, a Gazdasági Bizottság, Pálkai Péter elnök úr. A bizottság 5 igen szavazattal mindkét határozati javaslatot egyhangulag támogatja. Igen, van-e kérdés? Kérdés nincs, kíván-e valaki szólni? Nem? Akkor javaslom az elfogadását, aki egyetét kérem. Igennel szavazom. Tizenkettő igen, egyhangulag elfogadtuk. Ja igen, itt még egy határozati javaslat van. Igen, a határozati javaslat 2-es. Ott is kérnék egy szavazást. Tizenkettő igennel egyhangulag elfogadtuk. A 12-es napirend következik, pályázat benyújtása, infrastruktúra fejlesztés a Phoenix Ipari Parkban címmel. A GVB ezt megtárgyalta, Pákai Péter elnök úr. A bizottság egyhangulag támogatja. Köszönöm. Van-e kérdés? Nincs. Kíván-e valaki szólni? Szavazzunk, aki egyetért, kérem. Igennel szavazzom. Tizenkettő igen szavazattal egyhangulag elfogadtuk. 13-as egy másik pályázat, EPOP 1.9.9,
Megtárgyalta a GVB, Pálkai Péter elnök úr? Ja, akkor pénzügy tárgyalta, ugye? Igen. Köszönöm a szót, polgármester úr, egyhangulag támogatja a pénzügyi bizottság. Igen, szociális bizottság, Jóhannides Sándor elnök úr. Köszönöm a szót, polgármester úr, a bizottság. Van-e kérdés? Nincs. Kíván-e valaki szólni? Nem. De, igen, elnök úr, Dornel László elnök úr. Köszönöm a szót, polgármester úr, csak egy rövid hozzászólás. Minek után úgy tapasztaltam, vagy tapasztaltuk, hogy az elmúlt időszakban meglehetősen eredménytelenek voltak a városunk által benyújtott ilyen-olyan pályázatok, ezért én javaslom ennek a módszernek az erősítését, amelyet most kidolgoztak és beterjesztettek, hogy Ajka keressen konzorciumi partnereket, és ezek a konzorciumi partnerek olyan erősek, uraim, mint nem, a... nem kívánok még egyszer szólni, végig beszélgetik itt a másik. Olyan erősek, mint a Veszprém megyei jogú város ebben az esetben, akkor azt gondolom, hogy bizonyítható lesz az, hogy támogatják ezeket a pályázatokat. És nem csak Veszprém megyei jogú város, hanem Tapolca is csatlakozni fog ehhez a csatlakozott ehhez a pályázathoz. Én azt mondom, hogy csináljuk bizonyos esetekben ezt a dolgot, próbáljuk meg. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Van-e más hozzászólás? Úgy látom, nincs. Akkor szavazás következik. Javaslom az elfogadását. Tizenkettővel egyhangulag elfogadtuk. Csak szeretném még egyszer mondani, hogy képviselő úr, Fülöp képviselő úr és Ravasz képviselő úr, ha még egyszer szólnom kell a rendfenntartás érdekében, szabálysértésre kerül sor. Tehát javaslom a képviselőtestületnek, hogy Fülöp Zoltán és Ravasz Tibor képviselő urakat szabálysértési bírsággal sújtsuk, mivel a második felében a testületnek végigbeszéltek, többször figyelmeztettem őket, erre egy nagy nevetés a válasz a figyelmeztetésre. Javaslom, hogy a bírságot szabjuk ki. Aki ezzel egyetért, kérem igennel szavazzon. Hat igen, nulla nem és három tartózkodás. Ez nem lehetséges. Ez nem lehetséges. Kérem a szavazás megismétlését. Hét igen és egy tartózkodással. Jegyzőr, az érvényes? Szerintem továbbosságban nem kell minősítettetni. Nem kell. Érvényes a szabálysértési bírságot, kiszabjuk, uraim. 15-ös következik, Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal személygépkocsi vásárlása. Megtárgyalta a pénzügyi bizottság, Dornel László elnök úr. Ez volt. Igen. Köszönöm, egyhangulag elfogadta a bizottságom. Köszönöm. Van-e kérdés? Kérdés Táncsis Tamás úr. Köszönöm szépen, szólt polgármester úr. Egyetlen egy kérdésem lenne, itt lett volna lehetőség arra, hogy esetlegesen egy villanyautót vásárolhasson, mint élen járva az önkormányzat, bebizonyítva az, hogy mennyire járul hozzá a környezetvédelemhez. Kérdésem az lenne, nem fordult meg esetlegesen a város vezetés fejében az, hogy mivel úgyis lesznek új töltőállomásaink az elektromos autó kapcsán, hogy esetleg élen járva ezzel a kérdéssel foglalkozunk, és ne egy benzinüzemi gépjármű mert vásároljunk, hanem egy elektromos autót itt a városban. Úgy gondolom, erre a célra nagyszerűen megfelelt volna. Köszönöm szépen. Megkérdezem a előterjesztő Vencel Antal iroda vezető urat. Értelmezze a képviselő úrnak a kérdését. Távirányítás. Tehát ő elektromos autót javasolt. Hogy a rendelkezésre álló költségkeretből állom azt vásárolni. Igen, tehát a válasz az iroda vezető úrnak, hogy ez nem lehetséges. Kíván-e valaki hozzászólni? Nem? Akkor javaslom, hogy fogadjuk el a kérdését. Kérem igennel szavazzon.
12, igen, egyhangulag elfogadtuk. Mai ülésnek vége van, köszönöm a figyelmet.